Dr. Német Kálmán kezébe vette a székelyek sorsát irányítását és hazatelepítésük nehéz keresztjét. Proféta, apostol és népvezér különös keveréke volt. Ezt tartotta róla Csuka Zoltán író. Német Kálmán 125 évvel ezelőtt született Szamosújváron, kun és erdélyi származású szülőktől. Később Ferences szerzetes lett, és ő kapta meg József falva plébánia hivatalát. Egész életét a bukovinai székelyek megsegítésének szentelte. Neki köszönhetik hazatérésüket is. Ő volt az, aki elhitette a Bukovinában élő, főként József fálván élő őseinkkel, hogy el kell indulni, és egy jobb haza reményében elkísérte őket, tehát az utat kitaposta, és a, a hatósági dolgokat elrendezte, hogy ők békében, először bácskáig, majd utána ide a völtségig hazatérjenek. Az őszületésének 125. évfordulójára emlékeztek meg Bátaszéken, hiszen a József falviak nagy része papjukkal együtt ide telepedett le 1941 után. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte példaértékű a bátaszéki székelyek baráti körének összetartása és hagyományai kápolása. Mindig számon tartották a papjukat, és mindig is megemlékeztek rá, és ez egy nagyon szép dolog, hogy a, az itteni emberek nem felejtik el a múltjukat, ragaszkodnak hozzá már úgy is, hogy gyakorlatilag a mai élőknek a szülei vagy a nagyszülei születtek vagy értek Bukovinába, de számunkra, az identitásunk számára ez egy fontos dolog. Német Kálmán 1966-ban halt meg Amerikában, de egy gyűjtésnek és szeretetsz népének köszönhetően sikerült a hambait 2005-ben hazahozni és újra temetni itt, a Bátaszéki temetőben.